Halli papi mami, itt egy újabb adag friss kokobrikó. Amit tudni kell a kokobrikóról, hogy az előző széria szerintem nagyon rossz volt. Le is mondtunk a kokobrikónak a minőségéről. Nagyon csúnyán voltak szeletelve a maga a szenek, a hőtartománya sem volt az igazi. Hát ez szériaként vagy változik, úgy néz ki, illetve ami bejön hozzánk. Most az újra gondolt kokobrikó, aminek ugye már egyszer megmutattam, itt körbe van írva a kokobrikó felirat. Gyakorlatilag ennyi a különbség, amit összetételében semmi más nem változott, ugyanúgy kókuszszénről van szó, és gondoltam, hogy akkor megnézzük, mert az előző széria, illetve az előző doboz, az nagyon-nagyon jó volt, olyan volt, hogy visszatért volna a kokobrikó minőség, és most reménykedek, még nem néztem bele. Nézzük meg ezt, egyébként 1450 forint volt a nemzeti dohányboltban ez a 1 kilós kókuszszén. Ugye itt belül láthatjuk ezeket a kis tűz logócskákat, ebben van csomagolva. Megpróbálom az egészet kivenni, hogy meg tudjuk vizsgálni nagyjából. Föl fogom vágni egy olló segítségével. Vizsgáljuk meg az első pár darabot itt a tetején. Rögtön akkor be is ízzítunk majd párat, mert most attól függetlenül, hogy nagyon szépen van szeletelve, még az nem biztos, hogy jó is. Igen, mint láthatjátok, nagyon szép a kockára vágott kokobrikó most megint. Tényleg nagyon szabályos, kocka alakú, szerencsére nem ilyen össze-vissza minden. Ugye ez is fontos, mert leesik a kerámiáról, sokkal nehezebb megfogni a széncsipesszel, szóval tényleg egyszerűen nem jó. Hogyha ilyen szép kocka alakú, nézem, hogy látnél. Tehát ezek tényleg nagyon szabályosak. Nagyon úgy néz ki az első sort, ha leszedem, az összes ilyen nagyon szabályos, úgyhogy most megint a darabolása is megfelelő. Próbálok egy fókusz lőni rá, hogy látszom, hogy tényleg mennyire szabályosak. Hát itt látni, hogy szerintem teljesen nagyjából egyformára vannak leszeletelve, úgyhogy ez is nagyon fontos. Hát itt egy pici eltérést azért látok ennél az egynél, de itt a tetején is, ha végignézem őket, a többi teljesen okés, ez még bőven belefér, nagyon szabályosak, nagyon egységesnek tűnnek, és szerencsére elég tömör is, tehát már most látom, hogy nem olyan, hogy kiveszed, és a fele meg mellé hullik, mert esik szét az egész, úgyhogy nagyjából most ez már most szintén megint biztató, mindjárt beizzítunk egyet, és akkor meglátjuk, mennyi idő alatt ízzik föl, illetve mennyi ideig tart, meg mi a véleményünk róla. Egyébként így nézett ki a kokobrikónak ugye az előző dizájnja, ugye a mostanival ellentétben, hát tényleg nem sok különbség van, de gondoltam megmutatom, illetve gyorsan akkor szaladjunk is át ezeken a kókuszszén márkákon, illetve hogy mondjuk én miket próbáltam. Egyébként ez a régi kokobrikó, ez nagyon megfelelő volt, de aztán ugyanebben a dizájnban történt valami, ami nekem már nagyon nem tetszett. Közkedvelt Tom Kokocsa, ez a Premium Gold. Egyébként ez egy nagyon jó szén, nyugodtan lehet használni, nem kell azt gondolni, hogy valami prémium, valami úristen mit fog adni, teljesen megegyező a minősége szerintem a kokobrikóval, szóval szerintem teljesen használható. Ebből is volt széria, ami nem annyira volt a toppon, de jelenleg szerintem ez is rendben van. Itt van mondjuk a Coco Premio Gold, hát ez nem egy jó fajta szén, egy kilós változat van, akinek bejött, én nem voltam oda tőle, megmondom őszintén, én ezt se túlzottan ajánlom, nagyon-nagyon eltérőek voltak a szenek benne, hogy meg voltak vágva, és hát a hőtartománya sem volt az igazi. Kokokol, hát ugye a dizájnjából látni, hogy ez egy nagyon egyszerű dologról van szó, de gyakorlatilag egy ilyen picit bézs színű doboz, és rávinul, hogy kókuszszén kockák. Hát ez egy nagyon érdekes, az a kokokol, ugye annyi azt kell tudni róla, hogy a kokokolnak, ott hát most nincsen benne már, de gyakorlatilag a szénkockáknak a fele nagyságúra van szeletelve, tehát nem egész kockák, hanem annak mondjuk a fele, viszont a maga a lap az egy kicsit ilyen téglalap szerűekre vannak vagdosva a szenek.
Sok ember nem szereti, én tipikusan az vagyok, aki szerintem mindig egy ilyen mentő a Coca-Cola, nekem nagyon tetszik a Coca-Cola, én szeretem, gyakorlatilag évek óta hozza ugyanazt a minőséget, nem láttam minőségbeli romlást, totál ugyanaz, megbízható szén. Coco Carcoa, hát ezt nagyon kevesen ismerik, most nemzetikben jönnek be, messziről kerüljétek el, borzalmasan gyenge minőségű szénről van szó, nagyon csúnya a szeletelése, nagyon rossz a hőtartománya, már abból is látni, hogy rohadt gyorsan fölmelegszik, tehát pippak beizzítod, és utána pippak el is tűnik belőle a hő, úgyhogy ezt messziről kerüljétek el, nagyon gyenge minőség. És még egy különlegesség mondjuk így a végére, ez Aladdin bambocsa, ez bambuszén. Itt azt kell tudni róla, hogy ez ilyen hosszú rudakban van, és nincs elszeletem, hogy neked kell megtörni. Nem lenne rossz szén, viszont valami borzalmasan büdös, amikor ízított, szóval megmondom őszintén, hogy nekem nagyon nem jön be, én ezt is kerülném a helyetekbe. Vésztart megoldásnak jobb, tehát meg mindig ráver mondjuk egy ilyen, amit az előbb mutattam, ebbre a Coco Carcoa, vagy mi a szar. Tehát még ami fényéveket ráver arra is, de viszont mondom, az ízításkor borzalmasan kellemetlen szaga van neki, illetve hát erre sem mondanám, hogy azért 1000%-osan a legjobb minőségű hőt adja, de minden esetre vészmegoldásnak egyébként teljesen tökéletes. Ja, és természetesen felejtsétek el az összeset, csak ezt vigyétek, ezt a jó kis öngyulladost. Na hát ez fényéveket ráver az összesre, úgyhogy lenne ebből egy karton, akkor se szívnám el soha az üdös picsába életbe, az ő biztos. A jó öreg Hoka Flame szénizítót fogjuk használni, ugye feltekerem ötösre, és szépen behelyezzük őket, ezeket a szeneket. Ügyelve, hogy mindig máshova tegyük, nehogy probléma legyen. Na és akkor várjuk, hogy felmelegedjenek. 11 perce vannak fent a kokobrikók a Hoka Flame-en, 5-ös fokozaton. És azt mondom, hogy fordítottunk már egyet, ami egyébként tökéletes. Úgyhogy szerintem ez el is készült, meg is nézzük majd, hogy meddig bírja. Továbbra sem esett szét, nem kezdett el hamuzni az oldala rögtön, úgyhogy tényleg nagyon jó minőség most megint szerintem. Úgy néz ki, hogy most a Coco Brico kerek 30 perc, tehát fél órája megy. Mint azt látni, nagyjából alig történt vele változás, tehát több mint egy óráig bőven ki fog tökéletesen tartani. Kicsit leütjük a szeneket, lássuk, hogy leütjük a szeneket. Hát azt látni, hogy igazából nem sok égett el belőle, tehát tökéletesen adja a hőt, úgyhogy úgy néz ki, hogy ez a széria most teljesen jó. Úgyhogy nagyon meg vagyunk vele elégedve. Ha szívesen látnád dohányod tesztben, vagy akár támogatnád a videókat dohánnyal, vagy egyéb dologgal, pénzt nem fogadunk el, a következő címre várjuk. 1631 Budapest, Sashalom 1-es posta, Podmanicki István, postán maradó küldeményként ad fel. Üzenetben jelezd, ha feladtad, valamint hogy neved, bemondhatjuk-e a videóban. Köszönjük és bőfüstöt! Csatlakozz Facebook oldalunkhoz! Képek, tippek, trükkök, és legyél napra kész minden videóról!